Ez itt a The Walking Dead 11. évad 11. részének kibeszélő videója. Kezdjük is! Az ígéretes visszatérés és az azután kissé leeresztett epizód után eléggé kettős érzéseink vannak a 11. résszel kapcsolatban. Ennek nem csak az az oka, hogy pont olyanok kerültek középpontba, akik totál érdektelenek számunkra, hanem az is, ahogy felépítették az epizódot. Eugene volt a terep az epizódban, de még mielőtt elkezdődött, átfutott az agyunkon, hogy ő az a srác, aki annó a harsány Abrahammel és Rositával érkezett, kettejüket nézte intim pillanatok közben, a Savior háborúban pedig ő tűnt a legnagyobb köpönyek forgatónak. Csű, azóta nem tudunk megbékélni vele. Mégis most sikerül hatni az érzéseinkre, pedig talán ő a legkevésbé kedvelt karakterünk az egész sorozatban. A videó további részében spoilerekkel folytatjuk, tehát ha még nem láttad volna a 11. évad 11. részét, ne nézd tovább a videót. Eugene ugye előbb érkezett Commonwealth-be az alexandriaiakhoz képest, konkrétan Stephanie miatt, akivel idilli kapcsolatát mutatták be rögtön az epizód elején. Azt is láthattuk, ahogy végre álmait követve könyvet ír, végre nem rettegés és szorongás veszi körül, hanem biztonság és szeretet. Ezért is volt akkora csavar, hogy Stephanie, amint kimondta, hogy szereti, menekülni akart. Azzal viszont, hogy ezt megmutatták, az egész epizód varázsától megfosztották magukat. Tök jó lett volna, ha nem mutatja pakolni Stephanie-t, mert közben krimisre vették Eugene viselkedését. Lehetett volna a karakterrel együtt kvázi nyomozni, találgatni, mi történhetett, de ennek lehetőségétől rögtön elvágták magukat. Tény, hogy konkrétan nem tudtuk, miért menekült, de egészen sokáig azt hihette Eugene, hogy elrabolták a barátnőjét, mi pedig csak legyinthettünk. Nem vitt magával az érzés minket. Egészen az utolsó jelenetig, ami miatt azt mondjuk nem felejtős az epizód. Akkor jutott Eugene egy rejtélyes pincébe, ahol megtalálta Stephanie-t Hornsby-val együtt, és egyből leesett neki, hogy a szerelme abszolút átverés volt. Josh McDermott, még ha egy rettentően unszimpatikus figurát is alakít, baromi jól eljátszotta a megtört férfit, akitől elvették a boldogságát. Hornsby egész taktikája is érdekes, ahogy az alexandriaiakat odacsalta Commonwealth-be, sőt, ahogy a színész előadta, valahogy William Dafoe Spider-Man-beli alakítására emlékeztetett minket, ahogy félig vigyorogva meséli el ördögi tervét. Szinte hidegrázós volt. Azután mondjuk cseppet sem hatott meg minket, hogy megjelent az igazi rádiós hölgy, aki Mercer testvére és a polgármester asszisztense, és Eugene elengedte álmait, az egészen béna szemreközelítés pedig nem is igazán segített ezen. Sajnos az epizód többi része viszont nem tudott ennyire meghatni minket. Mondhatnánk azt is, hogy Carol és Hornsby kis kalandja cseppet sem volt érdekes, inkább csak azt a célt szolgálta, hogy a nemzetközösséget és eszközeit kicsit jobban megismerjük, miközben Carol továbbra is kételkedhessen az egészben. Mellettük pedig Connie és a testvére kaptak egy kisebb szálat, aminek inkább a vége tudta csak felkelteni az érdeklődésünk, amikor kaptak egy halom nevet tartalmazó levelet. Bár nem mondjuk, hogy nem volt jó ötlet oknyomozói tevékenységeit kicsit részletezni, így nem annyira légből kapott az, hogy mit is csinál Commonwealth-ben, és a város esetleges leleplezéséhez is megfelelő, bár feliratozhatták volna a jelezését, eléggé elhanyagoltnak érződött. Az epizód alapanyaga megfelelő volt ahhoz, hogy izgalmas részt kapjunk, de a kivitelezésben már találtunk némi kivetnivalót. Kár, mert Eugene szálát tényleg rejtélyesebben előadva jobban lehetett volna élvezni, ahogy Connie is működőképes volt. Kivéve Carolét, az szinte időkitöltőnek érződött. Következő epizódban viszont végre megtudjuk, mi lett Maggie-ékkel. Neked hogy tetszett ez az epizód? Válaszod várjuk hozzászólásban. Kösz szépen a megtekintést, szép hetet! Hello.